Innen oda, ezt ennyiért. Onnan ide, azt annyiért. Aha! Majd innen oda, ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda. Amennyiért. Mindezt logikusan. Hatékonyan. Érted? Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata. Együttműködő partnerünk a Váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója. No, hát ugye, mikor ilyen kibocsátásról, meg zöldülésről, meg Green New Deal-ről beszélünk, akkor ugye mindig az van, hogy ott kell lépni, ahol a legnagyobb a kibocsátás, és ugye a szállítmányozási szektor az pont ezen területek egyike. Hát itt is változnak azért a dolgok, kedves hallgatók. Mondunk erre néhány jó kis példát, hogy azért mozgulódik a logisztikai szektor. És például itt van mindjárt az első hírünk, ami arról szól, hogy a világon az első között a Gebrüder Weiss megkezdte hidrogénüzemű teherautójának a tesztelését. Ugye hidrogént tüzelőanyag cellás autóval bővítették a flottájukat. Ez egy új Hyundai Xcient nevű modell, Dízel helyett úgynevezett zöld hidrogénnel működik. Egyetlen ilyen jármű, mint egy 80 tonnával csökkenti évente a szén-dioxid kibocsátást. És hát felhívta a Gebrüder Weiss ügyvezetője a figyelmet arra, hogy a logisztikai szektor a gyártókkal együtt keresi a járművek üzemeltetésének alternatív módját, és hogy büszkék arra, hogy a világon az elsők között tesztelhetik ezeket az új típusú járműveket. Ők úgy tekintenek a hidrogén szállás autókra, mint a meglévő meghajtási technológiák életképes alternatívájára, és amit kiépül a megfelelő sűrűségi töltő szándékukban áll ugyanezt használni Ausztriában és Németország déli részén is. Egyébként van e, magyar vonatkozása is ennek az egész ügynek, mert hogy a Dunaharaszti e, székhelyjel e, van egy e, magyar leányvállalatok is, akik szintén belevágtak egy ökológiai lábnyomcsökkentésre, gyakorlatilag lecserélték a nemzetközi kamionfotta vontatóit az Euró 6-os környezetvédelmi besorolású járművekre, illetve a Magyarországi Házhoz Szállítási Szolgáltatás területén megkezdték az első gázüzemű meghajtású teherautónak a működtetését is. A Targonca parkjuk teljes egészében nulla emissziós, azaz elektromos meghajtású, és van útvonal optimalizáló szoftverük is, amelyekkel 10%-kal sikerült lefaragni a széndiokszid kibocsátásból. Közben egy kis Irodapiac is be türemkedik ide a logisztika rovatunkba. E, azt mondja a kedves Agató, hogy minden második széket kivittünk a vállalati kantinból, a dolgozók elsőn, egy egymás mellé húzkodták a maradékot. Nem sikerült elérni, amit szerettek volna. De egyébként nagyon jó, amit mondtál a de van egy másik érdekesség is, mégpedig, hogy megkezdődött a Real Cargo Hungária megrendelésére kifejlesztett villanyhibrid vonani mozdony tesztelése. Képzeld el, hogy megérkezett Európába az első árufúvarozásra optimalizált ilyen villanyhibrid mozdony, amit a, a, kínai cég, egy kínai cég gyártott az a nevük, hogy CRRC Zsuzsú Locomotive Company, és a Rail Cargo Hungária számára is igényei szerint fejlesztették ezt ki. A következő hónapokban azt ellenőrzik a szakemberek, hogy a jármű teljesíti -e a piacvezető Magyar Árufúvarozási Társaság, Vasúttársaság elvárásait, valamint az engedélyekhez szükséges vizsgálatokat, futópróbákat is elvégzik, és ez lesz az első kínai mozdony az Európai Unió vasúthálózatán, amely típusengedélyt kaphat. Úgyhogy nagyon izgalmas egyébként. A dinamikus próbák során a mozdonynak legalább 500 km távolságra kell elvontatnia egy 300 tonnás szerelvényt, a stressztesztek esetén pedig az előírt futásteljesítmény teljesítmény 1570 km. A jármű vizsgálata a tervek szerint összesen mintegy 1750 üzemórát tesz ki. Eddig tesztelgetik, és akkor utána jön az engedélyeztetés. Nagyon érdekes az, hogy, hogy mennyit, tényleg mennyit lehet spórolni például széndiokszid kibocsátásban ezekkel. Úgyhogy, de van most már azon kívül, amit te mondtál, más önvezető vontató is például a logisztikában. Tehát nem csak Bizony, a hibrid. Ezt egy Tract Easy nevű Easy Mile ez a cég, és a Track Easy lehet az ipar 4.0 mozgatórugója, Ez gyárban vagy logisztikai központban való használatra tervezték, de városi környezetben is képes működni. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen önvezető szállító jármű, ennek számos elénye, előnye, van, több logisztikai folyamatra is alkalmazható, és kifejezetten jól használható, például anyagmozgatásra. És ez lehet az ipar 4.0 mozgatórugója. Öt pontos lista is készült, amelyben felsorolják, hogy miért érdemes igénybe venni ezeket az önvezető vontatókat. Egyrészt automatizálás nyílt kültéri környezetben, mert hogy ugye az ipari területek is nagyok tudnak lenni, és ez a jármű képes engedelmeskedni például a jelzőlámpáknak, kapcsolatba tud lépni más járműveknél, kell felismeri a gyalogosokat, és képes különféle árukat átmozgatni egyik helyről a másikra. Aztán ez a jármű alkalmazkodó képes, mert hogy van lézeres távérzékelése, és hát a hagyományos infrastruktúrától el tud távolodni. Egy autonóm gépján olyan technológiákra támaszkodva képes önállóan navigálni, amelyek valójában már nagyon is itt vannak. Nincs szükség a normál agk esetén alkalmazott módszerekre, és ezzel sokkal könnyebb és gyorsabb a kapcsolatú műveleteknek a kivitelezése költséghatékony, ezt ugye nem is kell mondani, mert hogy ugye ember sem kell hozzá, és 0-24 ben tud ez közlekedni, biztonságos, mert manuális működtetés esetén áruvesztés, infrastruktúra kár, vagy akár személyi sérülés is bekövetkezhet. Az önvezető járművek viszont ilyeneket nem produkálnak, vagy legalábbis sokkal kisebb arányban, és végezetől a rugalmas is ez a önvezető ketyere, mert hogy hogy jelentős összegeket fej, fektetnek be az autonóm járműparkunk szánt fotta kezelő rendszerek fejlesztésébe, de ezek a befektetések később hasznosnak bizonyulhatnak, mert hogy ugye egy ilyen integrált rendszert ki lehet építeni ezeknek az önvezető mi Áruszállítók. áruszállítók, Mondható. Igen, áruszállítók. áruszállítók. bármelyik. Percek Igen, lehet, de ettől függetlenül bármi. Ez, ebben a kategóriában az összes járművet meg lehetne a tervek szerint így csinálni. Érdekes számokat közöltek egyébként a logisztikában, hogy milyen üzemanyag és kibocsátás spórolás van. Úgyhogy kíváncsian várom a fejleményeket ebben is tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Együtt működjük.